Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, az Életfa Családsegítő Egyesülettel, valamint az MKISZ-szel együttműködésben tematikus nap megszervezését tervezi a november 13-i Magyar Nyelvnapja és november 15-i Magyar Szorványnapja megünneplésére Kolozsváron. A programra november 24-én, azaz szombaton kerül sor, a részletekről pedig Széman Emese Rózsát kérdezem. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm én is, és köszöntöm a nézőket. Tehát, hogy a programnak a címe az Ifjúság a jövő, Magyar Nyelv napja és szorvány nap a centenárium évében. Miről szól ez a program? Igen, elég komplex címet sikerült összehozni neki. Deme László, aki az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke is volt, tiszteletbeli elnöke, ő mondta egyszer egy beszédében, hogy ugye ezt szoktuk mondani, hogy az ifjúságé a jövő, és ő mondta, hogy nem az ifjúságé, hanem az ifjúság maga a jövő. És úgy gondoltuk, hogy akkor, ugye mivel itt van ez a két nap egymás mellett szinte novemberben, de azért mégiscsak egy szombati napot szerettünk volna erre találni, hogy egésznapos program lehessen, akkor ebben a kicsit ezzel a mottóval rendezzük meg. Tehát, hogy az ifjúság a jövő, igen, maga, mint olyan. És ugye a Magyar Nyelvnapjáról beszélünk, szorványnapról beszélünk. Hogyan lehet az ifjúságnak például a szorványról beszélni? Hú, szerintem. Azt akartam mondani, hogy szerintem nagyon nehezen. Közben rögtön rájöttem, hogy ez nem igaz. Csak meg kell találni az utat hozzájuk. És erre egy nagyon jó példa is van. Most idén pont nem meghívottunk ezen a rendezvényen, de az anyanyelvi táborunkban meghívottunk volt a mostani itteni főesperes, Kémenes Lóránt, és ő, mivel Türben szolgált 11 évig, ő pont a szorványról beszélt. De úgy tudott beszélni róla, hogy mi is az, hogy szorványban lenni, hogy rögtön megtalálta a hangot a gyerekekkel, és rögtön megértették a székelyföldiek is, meg az ilyen félszorványban, vagy nagyvárosi szorványban élők, vagy akár a mélyszorványból jövők, hogy mit is kell kezdeni ezzel a fogalommal. Mi is a cél vele. Beszéljünk egy picit a programról. Ugye mondtam, hogy november 24-én szombaton, azaz a most következő szombaton fog zajlani, és egy egésznapos programról van szó. Bővebben kérlek szépen, te mutasd be. Igen, hát 10 órakor kezdünk, délelőtt 10 órakor, és ugye az Életfa Családsegítő Egyesületnek amúgy is vannak ilyen játékos, kézimunkás, ahogy már megszokhattuk, igen, tőlük, foglalkozásai, ugye? És arra gondoltunk, hogy amellett ugye az elsődleges célcsoport az mondjuk a középiskolások, fiatal felnőttek volnának, mindenképpen nyitni szeretnénk, mind lefele is, felfele is. És ugye az egyik legjobb megoldás erre az, vagy ötlet erre az, hogy akkor ilyen kézműves, kézimunka foglalkozásokkal nyitni a gyerekek, és nem csak a gyerekek felé. Ezzel indítunk. Emellett szintén terveink szerint folyamatosan lesznek interaktív kvízeink, amihez okos telefon szükséges, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is a fiatalokat egy kicsit közelebb hozzuk ehhez a világhoz, az Ezer év Erdélyben, 100 év Romániában témakörben. És ebben is otthonosan mozogtok az interaktív kvízekben, hiszen ugye a Kolozsvári Magyar Napok keretében az Anyanyelvápolók Szövetsége is, az MKE is ilyen gyakorlatokkal szokta szórakoztatni, és próbálnak tenni ugye a jelenlévőket. Ez most mennyiben lesz különböző? Ez annyiban lesz különböző, ez konkrétan ezek a kvízek, hogy van egy applikáció, webes, illetve telefonos applikáció, és azon keresztül lehet tulajdonképpen a kivetítőn megjelenik a kérdés, de telefonon kell válaszolni, tehát hogy az okostelefont azt nagyon sokan mondják, hogy nem teszik le a fiatalok, tizenévesek a kezükből, és kivenni a kezükből nem lehet, illetve ez nem igaz, ki lehet venni a kezükből, de ahhoz nagyon-nagyon jó program kell, de ha nem tudjuk kivenni a kezükből, akkor legalább olyan programot találjunk ki, amiben tudják használni. Értem. És aztán ugye a megnyitó után, amelyben a szervezők szólaltok föl, nagyon röviden, anyanyelvi licit bajnokság is lesz, ez miről szól? Hát ez az, amit említettél, igen, te is, ami a Magyar Napokon is szokott lenni. Ez tulajdonképpen arról szól, ez Kerekes Barnabásnak, az anyanyelvápolók alelnökének a találmánya, hogy van 3 csapat, kapnak 200-200 virtuális zsetont, van összesen 25 kérdés, 1-2 és 3 pontos kérdések, és a válaszolás lehetőségére kell licitálni, a végén az nyer, akinek a legtöbb pontja van természetesen, illetve hogyha egyenlő pontszám van, akkor akinek több zsetonja maradt.
Miért nem, valami nyeremény is van, vagy üresbe játszanak? Hogy ne lesznek nyeremények, de ez legyen meglepetés. Rendben van. Az Apácai Líceum, a Báthori és a Református Kollégium diákjai versenyeznek egymással. Amúgy itt rákérdeznék arra, hogy szerintetek EMKE, vagy akár az Anyanyelvápolók Szövetsége tekintetéből nézve a dolgokat, mennyire lenne fontos, hogy tudatosan, koherensen egy picit a kolozsvári, vagy nem csak a kolozsvári magyar iskolák közötti kapcsolatot úgy építeni ki, hogy azért együtt játszanak, együtt működjenek, legyenek olyan programok, ahol ugye megismerhetik egymást, vagy kiegészíthetik akár egymás tudását. Most én kevéssé vagyok benne a, bocsánat, az iskolai életben. Azt tudom, hogy gyerekkoromban voltak olyan vetélkedők, amikor én is gimnazista voltam, hogy egymás ellen játszottunk iskolák, hát egymás ellen, egymással igazából. Most nyilván fontos volt azért, hogy melyik iskola nyeri meg, amit nem adott verseny. És ez úgy jó volt, mert különben nem nagyon sok közünk volt egymáshoz. Esetleg egy-egy versenyen találkoztunk. És pont erre gondoltunk mi is, amikor kitaláltuk ezt, hogy akkor, ha már anyanyelvi licit bajnokság, akkor ne csak egyszerűen jöjjenek csapatok, hanem akkor már adjunk neki egy ilyen keretet, hogy szólítsuk meg az iskolákat, és hát ha be lehet őket vonni, ez hát ugye részben sikerült, tudjuk, hogy milyen iskolák vannak még Kolozsváron, de reméljük, hogy hát ha jövőre akár ki lehet szélesíteni a kört, mert nyilván személyes szinten jó a viszony, gondolom én, mondom, nem vagyok benne, meg egyáltalán van is kapcsolat, de annyi feladat van minden iskolának, akár ilyen iskolán kívüli tevékenység, akár az adminisztráció, hogy most ne vegyük a tanítást, ami az alap, hogy gondolom, hogy nehezebben jön össze egy ilyen esemény, amikor És akkor lehet, hogy nagyon jól jön, hogyha egy külső szervező fölajánl egy ilyen lehetőséget, reméljük. És lehet élni vele. Aztán lesz egy olyan program, hogy Világunk a nyelv, a Kolozsvári Vakok és Gyengén Látók Speciális Iskolája, valamint az Onisifor Gibu Elméleti Líceum tanulóinak műsora. Ez nagyon érdekes amúgy, hogy a Vakok Gyengén Látók iskolája is ugye a nyelvet, a nyelvvel kapcsolatos műsorba kapcsolódik be. Erről mit tudsz bővebben elmondani? Hát ugye Cseh Katalinnal, aki mind a két iskolában tanít, vele jó viszonyban vagyunk, mi is, az Életfa is, és egy ilyen ötletelésen merült fel, hogy milyen jó lenne meghívni őket. A Vakok és Gyengénlátók Intézetéből például az Aranykán is voltak versenyen kívül verset mondani, és nagyon megható pillanat volt. És pont arra gondoltunk, hogy ugye az információinknak a nagy részét, most nem tudom százalékra megmondani, mi látók a látásunkkal szerezzük. A vizuális kategóriába tehető. És hogy mennyire fontos a nyelv azoknak, akik viszont nem látnak. Tehát ők jó ott a tapintás, de elsődlegesen ők csak a hallásukra tudnak. Tehát, hogy igen. Elsődlegesen a hallásukra tudnak támaszkodni, és hogy arra gondoltunk, hogy ez így nagyon szépen összekapcsolható a nyelvnapjával. Igen, és érdekes lenne akár ennek folyamataképpen majd beszélgetni velük arról, hogy hogyan élték meg, hogyan élik meg azt, hogy a vizualitás hiányában, ugye mennyiben segít a nyelv, hogyan segít a nyelv nekik. És aztán tudományos ismeretterjesztő előadások is lesznek. Péntek János tanár úr Nyelvi folyamatok a szorványokban címmel tart majd előadást, de jelen lesz Balázs Imre József is, és te magad is előadást tartasz. Egy elfeledett élet, kicsoda volt Veres Margit címmel. Kicsoda volt Veres Margit amúgy? Veres Margit egy versmondó volt két világháború között, és nagyon nagy felfedezés volt számomra, amikor találkoztam a nevével a kutatásaim során, mert annak ellenére, hogy mi most gyakorlatilag semmit nem tudunk róla, hát jó pár évvel ezelőtt jelent meg róla a Szabadságban, Művelődésben egy-egy rövidebb cikk. Ennek ellenére a korszakban ő nagyon jelentős volt, emellett nagyon mély barátságot ápolt Áprilival, Reményikkel, tehát hogy nagyon is benne volt az akkori szellemi életben. És ugye mivel benne van a címben is, hogy a centenárium évében, ő a két világháború között volt, akkor egy picit arra gondoltam, hogy ezzel rávilágítani arra, hogy mennyire fontos volt az impériumváltáskor, mennyire fontosak voltak a pódium műsorok, a versmondó műsorok. És hogyha ennek analógiájára egy picit eljátszanánk a gondolattal, hogy mennyire volt ugye presztízse az impériumváltás idején a versmondásnak, mennyire van presztízse ma a versmondásnak? Hát ez jó kérdés, mindig változó.
ugye, hogyha most nem veszük a Slammet, ami alkotás, de produkció is, és ami nagyon divatos. Eléggé hullámzó, tehát, hogy vannak évek, amikor özönlenek, de hogy tehát mostanában is, vagy mondjuk, nem tudom, ha veszem, a 90-es évek közepétől, amikor özönlenek, és hogyha valaki nem kiemelkedően tehetséges, akkor nem tud bejutni egy mezei versmondó versenyre, se nem, hogy a nagyobbakra. És akkor vannak évek, amikor egy kicsit visszafogottabb, de hogy úgy érzem, hogy megmaradt azért a presztízse. És nem csak amiatt, mert hogy ugye ez elengedhetetlen kelléke néha valamilyen rendezvénynek, hogy akkor legyen versmondás, és ugye nálunk is ez megjelenik. Hanem valahogy ez is egy megmutatkozási szintér a gyerekeknek. Tehát, hogy én azt látom sokszor, meg a magam tapasztalatából is, hogy amikor meg tudsz valamit oldani, képes vagy valamire, és azzal kiállsz a közönség elé, és vagy sikered van, vagy kevésbé van sikered, de mégiscsak úgy érzed, hogy valamit leteszel az asztalra. Értem. Ugye itt el lehet játszani a gondolattal, anyanyelvről beszélünk, nyelvről beszélünk, a nyelvi folyamatok a szorványban akár, vagy a nyelvnek az alakulásáról, mint olyan. És ott van két kifejezés is, ugye nyelvápolás, vagy a nyelvromlása, ugye ezt is szoktuk használni. És érdekes lenne egy picit ezen is eltöprengeni, hogy tényleg annyira beteg a mi anyanyelvünk, hogy ápolni kell? Tehát, hogy nyelvápolás, vagy miről szól ez az egész? Hát igen, ez nagyon sokszor előjön ez a kérdés, főleg azóta, mióta nagyon divatos lett Sebő Ferencnek a mondása, hogy ő ugyan a népi kultúrára mondta, de az anyanyelvre ugyanígy érvényes, hogy nem beteg, nem kell ápolni, és nem rab, nem kell őrizni, hanem éltetni kell. Most ez mondjuk az Anyanyelvápolók Szövetsége tekintetében egy szerencsétlen megfogalmazás. Egyrészt a 80-as évek végén jött létre a szervezet, nyilván akkor még másképp érzékelték, másrészt meg benne van közben az a plusz is, hogy vigyázni kell rá, nem azért feltétlenül, mert romlik, mert ugye változik folyamatosan, hanem arra, hogy ne csúszson át, és ugye ez főleg a szorványban nagyon fontos, hogy a nyelvváltás ne történjen meg adott esetben, vagy hogy akkor is, hogyha használunk román szavakat, akkor is tudatosan tegyük. Köszönöm szépen Széma Nemese Rózsának, és maradjunk annyiban, hogy ápoljuk azért az anyanyelvünket, még akkor is, hogyha nem beteg, mert szükség van rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.